József Attila 1930-ban így ír az Adi emlékezete című versében, így kezdődik. Meghalt. Hát akkor miért tölik naponta szóval, tettel és hallgatással is? Miért békítik a símák alattomba lány duzzogássá haragvásait? Földön a magyar és földben a költő dühött markába rögöket szorít, melléről égre libbent föl a felhő, de tovább vívja forradalmait. Nagy László az 1970-es évek elején a Föltámadás szomorúsága című versét így kezdi. Akik Ady Endrét az öröklétben sértegetik, a tőrdobálóknak ne legyen irgalom. Nem fönséges, nem szent merénylők, csak a tűrhetetlen nagyság ellen fenekedők. Labancnak is rosszak. Nem kapván mesteri áldást, beállnak a gyötretőkhöz. Iskolás mérlegeken hogyan is lehetne lemérni a nagy szett halat, akitől megőszült a tenger? Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Szerda Társaság Irodalmi Kávéház szerkesztősége nevében ezen a mai Ady esten. Ady halálának centenáriuma alkalmából szerveztük meg ezt a mai estét, és hívtuk vendégül a Vára című folyóiratot, illetve annak főszerkesztőjét, Szűcs Lászlót, akit kérek is, hogy fáradjon a színpadra. Váradon van egy rendkívüli adiszám, a Várad rendkívüli adiszáma, és hogy ezzel érdemes megismerkedni, én is így gondolom, úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt lehetünk. Hát én is köszöntöm régi jó barátomat, Szűcs Lászlót itt, aki másodjára, éppen ebben a teremben másodjára beszélhet Nagyváradról és az ottani eseményekről. Egyszer már vendégei voltunk a Szerda Társaságnak, akkor is itt találkoztunk. Itt van ez a külön szám, erről is fogunk hosszabban beszélgetni, és lehet ebből majd ott hoztunk hozott a Laci példányokat, tehát ebből el is lehet vinni, meg a Várad folyamat régebbi számaiból is. Sőt, a legújabbból is. Sőt, a legújabbból is, igen. Igen, a kettesből, ugye a kettesből. No, hát én azt javaslom, hogy beszélgessünk, mielőtt rátérünk a lapra, meg rátérünk a külön számra, meg a körülötte lévő eseményekre, beszéljünk egy kicsit a városról, Váradról, és aztán menjünk Ady felé. Hát Várad ugye román-magyar határon fekvő, mondhatnám az viszonylag nagy város, éppen azt derítettük most ki egy pár perccel ezelőtt, hogy Várad magyar lakossága a duplája a salgótarjáni lakosságnak, tehát durván a nagyváradi lakosság 25,5%-a magyar. Ez azért is fontos, meg érdemes ezzel foglalkozni, mert ugyancsak 25%, de rendkívül gazdag kulturális eseményekben, tehát van magyar színháza, magyar bábszínháza, van egy filharmónia, van magyar folyóirata, ezek mindig megvannak a románoknak is, de hát ők sokkal többen vannak, de és nekik is csak ugyanennyi van, mint a magyaroknak. Az erről is akarok majd a Lacival beszélni, mert ez egy érdekes jelenség. Én azt kérdezném tőled, Laci, hogy mi már ezekről elég sokat beszélgetünk, de itt nyilvánosság előtt nem, hogy hogyan őrzi meg, hogyan teremt és őrzi meg a kultúráját a nagyváradi magyarság? Jó, és kívánok mindenkinek! Szerintem akkor tudja igazán megőrizni, ha nem a megőrzéssel foglalkozik folyton, hanem próbál újat teremteni. Tehát már rég rájöttünk, hogy nem elég csak mindig visszatekinteni, a hagyományokról beszélni, ha nem tudsz teremteni hagyományt. Tehát a Várad se lenne élő, ha nem tudnánk bekapcsolni újra és újra azokat a fiatalokat, akik egyáltalán friss szeleket hozzanak be a labba. Van is egy ilyen mozgalmunk, Élővárad Társaságnak hívjuk, ahol 20, maximum 30 éves alkotók vannak jelen. Tehát nélkülük ez egy kicsit unalmassá is válna. Természetesen
odafigyelünk az elődökre, és pontosan ez a lényeg, hogy ezeket a fiatal, ezeknek a fiataloknak a figyelmét is felhívjuk. Ennek is köszönhető, hogy ebben a közösszámban van 18 éves végzős középiskolás, aki első írásai egyikében jelentkezett, és van országosan ismert író, tehát hogy ilyen értelemben kinyitottuk az ajtót. Adil ebben az egészben különös helyet foglal el, hiszen az Adi kultusz az gyakorlatilag az Adi halála utáni naptól szinte elkezdődött, hiszen az Adi társaság még azokban a napokban megalakult. És hát itt a bevezetőről jut eszembe, hogy azért Váradon kevésbé vitatjuk Adinak a szerepét, a kevesebb a vita a vele kapcsolatban, és ez nem csak az útélete, hanem az életében is igaz volt. Úgy általában nem vitatják, vagy csak a Várad éveiről beszélsz, amikor azt mondod, hogy nem vitatják? Általában, inkább általában. Tehát sokkal fontosabb a kultusz, sokkal fontosabb az ő kötődése a városhoz, mint ezeknek a vitáknak a lefolytatása. Vannak, akik azt mondják, hogy nem helyes az, hogyha kultusza van valakinek történetesen, Adinak is, éppen nem olyan régen, ugye Váradon a Kemény Istvánnal volt egy beszélgetésünk, ő neki több írása foglalkozik Keményen, és ő is azt mondja, hogy kérdezte, hogy van-e kultusz, és egy kicsit fanyalgott, hogy az nem helyes. Te mit gondolsz? Azzal se értek egyet, hogy csak az élet mit figyeljük, és egyáltalán nem számít az író élete. A kettő együtt adja ki azt az egészet, amivel érdemes foglalkozni. Várad valóban át szokott esni a lónak a nem tudom már melyik oldalára, hogy túlságosan is az Adi Váradi éve, az Adi élete, az Adi életének minden apró mozzanatának a feltárása a fontos. Ebben maga Adi is ludas olyan értelemben, hogy gyakorlatilag Adi Endre felnőtt életének szinte minden napja rekonstruálható. Hihetetlen intenzív levelezést folytatott. Tehát gyakorlatilag Adi az internet feltalálás előtt feltalálta Facebookot, hiszen minden nap, tehát és nem túlzás szinte, ha csak nem volt nagyon beteg, vagy valami más nem foglalt el, gyakorlatilag minden nap több levelet, több képes levelező lapot küldött. Ha úton volt, akkor még inkább, tehát az Adriáról, Franciaországból. Tehát emiatt tényleg szinte minden napja áttekinthető, mit csinált, kivel beszélt, kinek mit mondott, ki mit írt neki, tehát ő is kapta a leveleket. És ez a kapcsolataira is igaz. Tehát a Léda szerelemnek túlzás nélkül mondható, hogy szinte minden napja rekonstruálható. Mert vagy Adi írt valakinek, vagy Léda írt valakinek, vagy a Léda férje írt valakinek, ők együtt gyakorlatilag nagyjából hárman éltek ott együtt. Egészen pontosan negyedikként a Léda húga volt az, aki még ebbe a négyesbe ott elég gyakran előfordult Párizsba. Ha nem venné a kamera, azt mondanám, hogy ott éltek négyen, és a másik három, mind a három le akart velem feküdni. Aztán kinek sikerült ebben, most nem megyek bele. Tehát teljesen rekonstruálható. És ez később is igaz. És akkor emiatt nyilván, hogyha ennyire ismerjük, a kor más nagyjai ennyire azért nem élték a nyilvánosság előtt az életüket. Vagy például Adi volt az, aki nagyon tudatosan használta az arcképét. Tehát nála volt mindig egy ilyen képes levelező alap méretű fényképe, amit a leginkább a Székely Aladár nagy fotográfus készített. Ezeket nagyon jól megtervezték. Én úgy tudom, hogy ezeket cenzúrázta is, tehát nem engedte, hogy mindegyik nyilvánosságra kerüljön, megmondta, hogy melyik maradhat meg, és melyiket kell megsemmisíteni. Például nem nagyon összesen egy vagy két olyan kép készült Adi Endréről, ahol látszik a lába. És ezt tudjuk, hogy miért. Mert nem, egy kicsi fájós lába volt, utál gyalogolni. A Váradnak nem olyan nagy a főtere, a kisebbik főtere a Bémer tér, ahol a két egymás szemben lévő kávéház között mondjuk egy olyan 100-120 méter van, és ezt se szívesen tette meg gyalog. Konflis várta és konflis van. Konflis átment a másik kávéházba és szólt, hogy fiam várjon meg, mert meg visszamegyek. Valószínűleg jó borravalót adhatott, hogy megérte megvárni, különben ki a fene várta volna meg.
Tehát ez az ő váradi évei adják ezt a kultuszt. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy nem csak Adi miatt, hanem a város miatt. Ezek voltak Várad fejlődésének a legfontosabb évei. Akkor épült fel a színház. Tehát mind Adival egy folyamatosan tudósított a színház építésével. Tehát igazából a város robbanásszerű fejlődése pont az a 3-4 esztendő, amikor Adi Endre ott volt. 3 éves volt. Ott volt újságíróként. És a másik, hogy ennyit élt ott, de nem szakadt el. Tehát részben Léda miatt, hogy a szerelme Váradi volt, nagyon sokat ment vissza. Részben később a Holnap miatt ugyancsak sokat ment vissza. Egyáltalán, ha ő hazament a szüleihez, akkor nagyon sokszor megvárt. Megvárt Váradon. Igen. És hát később Csinszka pedig, hát Csucsa az Váradon keresztül mentek, tehát óhatatlanul ott. Tehát nem szakadt el a várostól. Igaz, hogy ez a 3 év, amíg ott élt, de később sem szakadt el ettől a várostól. Na most azt eláruljuk, vagy is már Laci el fog járulni, mert rá tolom ezt a dolgot, hogy honnan lehet majd megtudni ezeket a történeteket, amikről ő most itt beszélt. Jó. Mindenkinek, mert nagyon rövid időn belül áprilisban, akkor te mondd el ezt. Még én sem tudtam ezt, hogy soha rengeteg könyves polcnyi helyet elfoglal az Adi irodalom, de teljes életrajz, olyan életrajz, ami a megszületésétől a haláláig, illetve kicsit az utai életével is foglalkozom, ilyen nem volt. És Péteri Zoltán barátunk már több éve megírta ezt a művet, Adi Endre élete, és hát most a centenárium alkalmával gondoltuk úgy, hogy mivel hát ez egy elég nagy, ez 3 kötet, kötetenként olyan 400 oldal, tehát 1200 oldal, tehát hogy most reménykedtünk, meg reménykedünk benne, hogy ennek a finanszírozása megoldható, úgyhogy belevágtunk ennek a kiadásába. Most már a 3. kötetet tördeljük, az első 2 kötet már gyakorlatilag készen van. Még mindig nem vagyok teljesen biztos abból, hogy miből finanszírozunk, de hát belevágunk, aztán valami már csak lesz. Legalább 3, de inkább 4-en fogják támogatni, többek között a város is, meg hát a Várad című lap, úgyhogy a Noram pedig tulajdonképpen társkiadóként, de elsősorban azért száll be, hogy Magyarországon is kapható legyen a könyv. Tehát azért mondtam, hogy rövidesen ezeket a történeteket, amiket a... Igen, tehát ebben tényleg minden benne van, ami az ő életével. Tehát minden dokumentumot, amit lehetett, minden forrást felhajtott a szerző. Helyenként én pontosan a levelezéseknél érzem azt, hogy még egy kicsit sok is. Különösen mondjuk a Csinszkával való hosszas levelezésnél néha úgy éreztem szerkesztés közben, hogy rosszul lap, tehát hogy ezt már olvastam. Tehát, hogy főleg a Csinszka levelé nagyon sokszor ugyanazok a dolgok jönnek vissza. Engem sokkal utólag ismerem el, hogy sokkal inkább megragadott Léda egyénisége, és meg is sajnáltam egy kicsit ott a szakítás miatt. Tehát nagyon, nagyon, nagyon érdekes ez, hogy kis túlzásra én szerettem bele, tehát hogy nem lehet megkerülni a dolgot, egy tragikus végül is. De már csak a második lehetél, Laci? Igen. Tehát nagyon-nagyon érdekes a testvéréhez való viszonya, a szüleihez való viszonya, a szerelmei és a szülei, a szerkesztőségekben való, tehát sokat beszélünk arról, hogy hát Adi, hogy milyen volt, hogy így volt, meg ezt csinált, azt csinált, de hihetetlen mennyi dolgozott. Tehát azért, ha fellapozzuk, ha megnézzük, hogy mennyi verset írt, és amellett mennyi publicisztikát, és hát 43 évesen, ugye élete 43. évében halt meg, tehát gyakorlatilag volt egy olyan bő 2 évtized az alkotásra, még az is már a vége felén azért már nem írt annyit, de különösen az első évtizedben, tehát a 20. század első évtizede, gyakorlatilag a világháborúig az, amikor az a termékeny korszaka, tehát hihetetlen munkabírása volt. Tehát az mennyit, tehát csak a mennyiségre is, ha gondolunk. És ilyenkor azért is hoztam szóba a publicisztikát, mert szerintem amit ő újságíróként letett az asztalra, az szerintem egyenértékű a költészetében. Az a modern magyar sajtónyelv, ami megteremtődött, nyilván nem csak általa, hanem abban a korban, de ő ennek a kornak az egyik legkiválóbb újságírója volt, az példátlan szerintem. És
és várat szerepe itt fontos. Mert sajnos erről nem szívesen beszélünk, hogy Váradon a költő Ady Endre még nem igazán született. Tehát nagy versei Váradon nagyon kevés. Talán nem is mondhatod. Egy kezemmel meg tudom számolni az ismert verseit, amit Váradon írt. Hogy pontosabban a váradi időszakában. Később még írt néhányat. De Váradon született meg az újságíró Ady. Igaz, hogy Debrecenben dolgozott már 1898-99-ben, de igazán nagy újságíró. És országos híró, újságíró Váradon lett. Tehát ott már elérte a csúcspontját. Később akartam kérdezni, de itt mivel már belementünk ezekbe a százalékokba, meg úgy érintettük ezt, kérdeznélek, hogy és a románok a Adihoz vagy az Ady kultuszhoz hogy viszonyulnak, tehát mennyire fontos vagy érdekes számukra, mondtad, hogy erről a könyvben ez. Tehát tudják, nehéz lenne nem tudniuk, van Ady Endre utca, ugye van az Ady Endre gimnázium, a város egyik legnagyobb iskolája, van a szobor emellett, a szoborcsoport mellett, több intézménye nevét viseli, tehát óhatatlanul beleütköznek, tudják, hogy Ody, úgy mondják Ody. Most nyilván az értelmiségről beszélünk? Hát még a közemben is tudja, hogy legyen költő. Az értelmiségi többet tud róla, és ezt a könyvet azért tartottam fontosnak, hogy elhozzam, mert a probléma az, hogy nincs igazán jó, modern, mai nyelven fordítás. Tehát a legutóbbi, legalábbis nagyobb mennyiségben lefordított Ady mű, az nagyjából az 50-es évekre esik. És az 50-es évek román nyelve azért elég távol áll attól, amit most használnak, és ezért találtuk ki ezelőtt, nem tudom, két vagy három évvel, tavaly jelent meg, tehát két éve találhattuk ki, hogy szerveztünk Váradon egy ilyen műfordítói kolokviumot, ami abból állt, hogy meghívtunk 5-6, hát sőt meg tudom mondani, hogy hány, 6 műfordítót, akik között azt lehet mondani, hogy a legjobb román műfordítók, azok, akik magyarból fordítanak, jöttek el Váradra, ők ott töltöttek néhány napot, műhelymunka is folyt, és többek között Ady verset is fordítottak. A cél az volt, hogy klasszikusok János Pálnóius, Juhász Gyula, Ady Endre mellett néhány kortársba is élő költőtől is fordítottak, és amikor ebből az anyagból megjelent ez a kétnyelvű antológia, akkor megint eljöttek Váradra, többek között a Román Író Szövetség műfordítói tagozatának a vezetője, aki maga is műfordító, és akkor beszéltünk arról, hogy jó lenne egy nagy válogatás, tehát kiválasztani egy kötetnyi, ha nem is teljes, nem is egy Ady összes, de egy mondjuk 100 verset, és akkor ezek a jeles műfordítók, akár többen, akár egy valaki, ezt még nem dőlt el, fordítsa újra, hogy legyen egy 21. századi Ady, amit a román olvasóknak kezébe lehet adni. Nógrád megyei Prima díjas alkotóművész nyitott kiállítást Salgótarjánban, a József Attila Művelődési és Konferencia Központ üvegcsarnokában március 29-én. Kolozsvári Grand Pierre Miklós első alkalommal mutatkozott be Szűke Pátriánkban a VOSZ Nógrád megyei szervezetének kezdeményezésére. Nagy öröm, hogy otthont adhatunk ennek a kiállításnak, hiszen a Salgótarjáni Rendezvény és Média Központ, melynek székhelyi intézménye a Józsi, nagyon fontos feladata, hogy értéket közvetítsen és értéket mutasson be a salgótarjániaknak és a környéken élőknek.
és külön öröm, hogy egy Nógrád megyei Prima díjas művész alkotásait csodálhatjuk meg itt az Üvegcsarnokban, Salgótarjánban. Így fogalmazott a Házigazda intézmény igazgatója a megnyitó ünnepségen. A szervezők nevében a VOSZ megyei elnöke elmondta. Örökös elnökük Demján Sándor örökségének megfelelni nehéz, de felemelő feladat. Ennek a munkának az egyik fontos mérföldköve a most nyíló tárlat létrejötte. A vállalkozóknak a tudomány, az oktatás, a művészet jeles képviselőinek teljesítményét megmutatni és elismertetni nagyon szép feladat. Ezen kiállítás jeles példája ennek. A kiállító kolozsvári Grand Pierre Miklós, Prima díjasunk. A róla szóló filmet a Nógrád megyei év vállalkozója, elismerésben részesült Tömösvári Szilvia, Alsópetényi Prónai Kastély vezetője készítette el. A kiállítás megszervezésében nagyon sok VOSZ tagunk vett részt. Úgy gondolom, hogy ez az összefogás példaértékű lehet a jövőre nézve, hiszen egymás munkájának tisztelete, egymás segítése a VOSZ kiemelt feladata. Szász Endre tanítványának képeit a mozgalmasság, a gazdag mesélőkedv, az élénk színvilág és az összetett szimbólumrendszer jellemzi. Az alkotások magas szakmai tudáson alapulva valódi értéket teremtenek, mondta Birkás Babett, dizájn és művészetmenedzser. Kolozsvári Grand Pierre Miklós honlapján bemutatkozásként olvashatjuk a következő hitvallást. Sem szélsőséges, sem fanatikus nem vagyok, egyszerűen szabad. Milyen szerencse, hogy egy ilyen szabad madár éppen Nógrád megyében rakott fészket. A sokszínű alkotó a hazai közönségnek 45 évvel ezelőtt mutatkozott be először. Salgótarjánban most lehetünk részesei annak a felemelő pillanatnak, hogy festményeit a közönség elé tárja. Zárásként az alkotó hozzátette. Képei szürrealista képek, valószínűleg mindenki számára más és más mondani valóval bírnak. Mert ezek szürrealista képek. Ezek azt jelentik, hogy olyan szimbólumokat rejtenek, amelyek esetleg másoknak mást mondanak el. Nem biztos, hogy egyforma az agyunk, és nem biztos, hogy egyformaképpen gondolkodunk. Én indítónak a címeket ajánlom, hogy talán abból lehetne elindulni, és hát abból lehetne következtetni, hogy én mit szerettem volna. Így én, utálva már az embert, kit vad lelke boldogságvájúhoz fetrengni s falni hajt, s ki egyre szimatol, moslékot merre lelne, hogy nősténye egyék, s szoptassa a fajt, futok, s fogóckodom minden ablak keresztbe, hol elfordulhat a lélek az égtelen léttől. Gyúl az üveg, szűz harmadban feresztve aranyhajnalt ragyog rá végtelen. Stükrén angyal vagyok, és létem halni némul, művészet misztikum, ó, mind-mind ablakok, s új, szebb létre kelek, s álmom, dús diadémú, viszem egek egén, hol a szépség ragyog. Ó, énem, aki fájsz, lehet-e menekülni, betörni üvegünk, mit beszennyez a rém, megszökni, toltalan szárnyunkkal elrepülni, akár zuhanni is, örök terek űrén. Különleges technikával készült alkotásokból nyílt újabb kiállítás április 2-án a Balassi Bálint megyei könyvtár Bóna Kovács Károly galériájában. A megnyitó rendezvényen a szokásosnál több zenével és verssel, melyek most nem csak a kiemelt esemény, de az alkotásokat is szolgálták. A Gondolatok a magyar irodalomról című nemzetközi PowerPoint kiállítás a technikát oktató közel 60 művész közös tárlata. Nagy Mónika a könyvtár munkatársa köszöntőjében elmondta, hogy az összefogás mértéke és a tematika igazán egyedi eseményt adott a könyvtárnak és a nagy közönségnek. Itt a könyvtárban már nem csak a könyvekben jelennek meg a magyar irodalom
remek alkotói, hanem most egy időre beköltöztek ide hozzánk textil szobrok formájában is. Itt van Adi, itt van Vörös Marti, József Attila, Petőfi Sándor, hogy ne említsek mindenkit, mert fel sem tudnám sorolni. A kiállítás főszervezője, az eddig főleg Goblenyeiről ismert Jancsi Ilona elmondta, hogy magyar alkotók mellett Ausztriából, Szlovákiából, Németországból, a Vajdaságból és a Kárpátaljáról is érkeztek művek a kiállításra. Majd beszélt a széles összefogást ösztönző szándékról. A PowerPoint technika annyira új még Magyarországon, hogy hiába dolgozunk, itt jó néhány oktató is van, és tanítványaink is vannak, még mindig nagyon-nagyon kevesen ismerik ezt a technikát, és szerettem volna bemutatni az oktatókat, szerettem volna bemutatni ezt, hogy egy újra hasznosítható anyagból, egy különleges technikával hogyan lehet művészetté formálni a munkáinkat. A Baverpol kelet-európai képviseletének központja nevében Katonáné Tóth Judit beszélt az érdeklődőknek a közel 100 oktatót összefogó erőről, melynek hangsúlyos eleme az újabb és újabb tematikák kijelölése, most például a magyar irodalom. Úgy gondoltam, hogy vigyék hírét oktatóink és a kárpátaljai oktatók is a magyar irodalom remekeinek, a gondolatainak, ismerjenek meg bennünket határon innen és határon túl is. Hisz amikor kapunk egy ötletet, indultunk már annóti pályázaton, többféle pályázaton, nekünk is fel kell készülni. A PowerPoint technika egy holland szobrászművész találmánya. A segítségével létrehozható textilek, textúrák, háromdimenziós képek, textilszobrok megalkotása örömet ad az amatőröknek, és kitágítja a professzionális alkotók lehetőségeit. Ugye mondtuk, hogy ez szobrászati technika, de ahogy itt végignézünk a képeken, mindenféle 3D-s képeket, szobrokat, használati tárgyakat lehet ebből készíteni. Mert a PowerPoint csak egy anyag lenne nélkülünk, a lélek nélkül. És ha megnézzük a képeket, alkotásokat, azt látjuk, hogy pontosan mindegyikektől különböző, hogy más kézzel, más lélekkel nyúlunk hozzá, más látunk benne. A kiállítás anyagát elsőként Salgó Tarjánból láthatja a közönség. Itt Salgó Tarjánban ez az első. Országosan szeretnénk most egy turnét elindítani. Salgó Tarján az első állomása. Reméljük körbe fogja utána járni az országot. A Nemzetközi PowerPoint kiállítás április 30-áig látogatható a könyvtárban. Következő buszon rajta leszek én is. Jelzek majd egy réten, a busz megáll, és én mégis mondom, hogy bocsánat, de van velem egy állat, aki még messzebb akar jutni, mondom, hogy bocsánat, a tévét nézte sokat, akar jutni. Én egy mesebeli disznót viszek a végtelenbe túrni. Orra az ablakon, a következő buszon, egy Ringo Ikaruson. Orra az ablakon, egész végig nézik suhanó fákat. Kérdeztem, hogy mit lát, azt mondta, hogy fákat lát ő elsuhanni egy záródó virágba és egy malacot hajszálon hófoltot húzni a sárba. Apámról hallgatom. Túl közel van a múlt.
és a zsigerekben elevenen élnek még a szavannak. A következő buszon rajta leszek én is, jelzek majd egy réten, busz megáll és én mégis mondom, hogy bocsánat. De van velem egy állat, aki még messzebb akar jutni, csak mondom, hogy bocsánat.